Az oktatási hivatal 7 évente előír 120 órás továbbképzést pedagógusoknak, melyből 30 órát teljesíthetett az, aki részt vett a Phoenix Fészek Műhelyház háromnapos programján. A résztvevők között voltak óvodapedagógusok, tanítók és tanítószakos hallgatók is, ugyanis ez egy 30 órás egyedülálló tréning volt, mely főként gyakorlatokat tartalmazott, ahol óvodai és iskolai nevelők is egyaránt részt vehettek. Nagyon hangsúlyosan gyakorlatra épül, tehát olyan játékokat fognak tanulni, amelyeket ők maguk is aztán tudnak alkalmazni. És nagyon fontos, hogy ugye a Jászberényben van végre egy ilyen lehetőség, hogy nem kellett elutazni máshova, és nagyon fontos, és ebben viszont egyedül áll az országban, hogy az óvodás korosztálytól, tehát az óvónőktől kezdve egészen a középiskolás tanárokig mindenkihez egyformán szól, de úgy lett összeállítva a tematikája, és így fogadta el az oktatási hivatal is. A Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat tagjai egy érdekes középiskolai történetbe helyezték bele a képzés résztvevőit, melyet általában diákokkal játszanak el. Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat leginkább színházi nevelési előadásokat készít, és ma délután a Stréber című foglalkozásunkat, vagy színházi nevelési előadásunkat fogjuk itt közösen játszani. Annyiban különleges az alkalom, hogy ugye a képzés keretében most nem fiatalokkal fogjuk ezt játszani, ahogy egyébként szoktuk, hanem itt most pedagógusokkal, illetve tanárhallgatókkal, vagy tanítóhallgatókkal fogjuk közösen végigjátszani ezt a foglalkozást és előadást is, ami számunkra is egy kihívás, és számunkra is egy érdekes helyzet, illetve hát ezen keresztül szeretnénk megmutatni azt a pedagógusoknak, hogy mi milyen eszközöket, milyen drámás, drámapedagógiai eszközöket használunk. A központi történet fókuszában a stréberség és az ebből fakadó kirekesztettség áll. A dráma cselekménye központi szereplője Niki, egy 16 éves lány, aki jól tanul, sportol és még szorgalmas is. Az osztályfőnöke is szereti. Az osztály egyes tagjai viszont rendszeresen zaklatják őt, verbálisan és az online közösségi lét szinterein is megszégyenítik. Csilla! Ügetés! Oké, Niki, figyelj a válladra! Niki, figyelj a válladra! Húzd hát a vállad! Figyelj, ha még mindig fájok, inkább hagyjuk abban, ne tanuljunk ma semmi újat! A képzésben résztvevők testesítik meg a történetben szereplő Niki környezetét. Pedagógusokat, barátokat vagy éppen osztálytársakat. A cselekmény és a sztori központi kérdése arra mutat rá, hogy van-e felelőssége azoknak, akik a konfliktus helyzeten kívül állnak, mint szemlélők. Meddig maradhatnak passzívak, illetve a passzivitás tekinthetője aktivitásnak, és ha igen, a zaklatás ellenhat, vagy épp ellenkezőleg megerősíti azt. Sajnálom, hogy téged zavar az, magyar szakosként, bocsánat, minden tiszteltem a tiéd, de a tesi szakosztály, egy ilyen én vezetem ebbe a iskolában. Nem a tesi szakosztály, minden tiszteltem a tiéd, nagyon jó munkát végzem, tudom, tudjuk, mindnyájan. Ennél az egy embernél nem biztos, hogy ezért jó, a véleményünk. Köszönöm szépen kollégáknak. Hollerga Zsiró, tudjátok, hogy milyen szociális háttere van annak, hogy te semmit nem tudtok róla. Ez nem egy szociális díj. Jó, kiváló tanuló, kiváló sportoló, ezt jól nyomtatták. Kijutottunk a megyei középdöntőre? Kijutottunk. Majdnem megyek, és mind kinek köszönhető a Gazsinak. Az előadás az a bántalmazást helyezi a középpontjába, és a bántalmazás kapcsán a közösség felelősségét próbálja megvizsgálni, és minden osztály, sőt minden tanulója egy-egy osztálynak eljuthat egészen különböző következtetésekre is. Ami számunkra öröm, hogy felismerik a játékos helyzetben, akár az élő helyzeteket is, hogy valamikor elmondják, hogy én is voltam ilyen helyzetben, és most már egy kicsit másképp látom, hogy megnéztük több szemszögből, és hogy legalább arra tudjuk a figyelmet irányítani, hogy lehetséges, hogy azt tudjuk, hogy vannak bántalmazók, vagy vannak áldozatok, de nagyon sokan vannak, akik ezt szemlélik, akik ezt figyelik, és az ő szerepük sok esetben nem kerül terítékre, mert ugye a bántalmazás az nem közöttük zajlik, és hogy arról tudunk gondolkodni, hogy van-e dolguk, van-e felelősségük. Na, csak azért hívtalak, mert hogy anyama nem tud érted menni. Nem. Marika néni felhívta, hogy be kell ugrani helyette a rendelőben. Jó? Nekem viszont megbeszélésem van, úgyhogy egy kicsit várnod kell. Én körülbelül 2:30-ra fogok odaérni.
Jó? Nem mehetsz egyedül, ezt már megbeszéltük. Igen. Jó, majd, hogyha megtanulsz vezetni, akkor kimehetsz egyedül is a lovardába. Addig én nem szeretném. A gyakorlat általános konklúziója az, hogy az esetek többségében a bántalmazás szemlélője tisztában van vele, mit tehetne, vagy mit kellene tennie, de mindig van egy de. A de az, ami mögött személyes érdekek, félelem, rossz indulat, vagy bármilyen indok rejtőzik, ami elfordítja a fejet, és később lelkiismeret furdaláshoz vezet. A tanulság, hogy mindig nézzünk be a de mögé. Vizsgáljuk meg, mi van ott, ami elfeledteti velünk emberségünket, és rájövünk arra, hogy nem is volt ott semmi. Csupán csak mi magunk. Igen, bocsánat, ez általában nem szokott tiszta lenni.